Képzeljétek el, engem 10 évesen, nagyon várom az autót, amire 5 évvel ezelőtt édesapám befizetett, és mondták, hogy vagy indigókék, vagy korálvörös 1005-ös Lada lesz, mert megkaptuk a kiértesítést postán a Merkur telepről, hogy mehetünk az autóért. Na most ez egy ilyen eléggé szubjektív autó bemutató lesz, mert találtunk egy autót, ami bár nem 1005-ös, hanem még jobb, 1006-os, de nem egy restaurált OT-s modell, hanem OT-s modell ugyan, de nem restaurált, hanem gyakorlatilag egy új autó, egy 38 000 kilométert futott új autó. Azért mondom, hogy ez egy kicsit szubjektív lesz, mert Ladáról nagyon sok videót találtok, nagyon sok írott tesztet, meg videós bemutatót is, mindenki elmondja a Togliatti 124-es Fiat, meg az elsők még olaszok voltak, ami nem igaz, de mindegy, legendák vannak róla. Én viszont egy picit más megvilágításba szeretném ezt az autót helyezni, és el fogom mondani, hogy nem azért szeretjük. Mert ezt az autót nem azért szeretjük, mert annyira különleges volt, vagy annyira meghaladta a korát, bár, majd erre is vissza fogok térni, ez az autó nagyon jó volt, csak nem olyan hosszú ideig, és olyan sokáig időben elnyúltva, ahogy a magyar elvtársak ezt gondolták a Merkur telepnél. Szóval emlékszem arra az időre, amikor a Martinelli téri parkolóház alsó szintje még egy autószalon volt, és nem egy autószalon, hanem az autószalon, ugyanis az volt az egyetlen Budapesten, ahol ki volt állítva azok az autók, amiket akkor lehetett venni. Zastava, Lada, meg tudom is én még micsoda. És mi gyakran, amikor Budapesten jártunk, édesapám mondta, hogy na, bemegyünk a Martinelli térre, megnézzük az autókat, és ott jártuk körbe ezeket az új autókat, és akkor így jutottunk el oda, hogy amikor én 10 éves voltam, megvettük a Ladát. Ami persze nem korálpiros volt, mint ez, vagy indigókék, mint édesanyám szerette volna, hanem okkelsárga kék belsővel. Mert akkor még nem az az idő volt, hogy így lehetett választani, örültünk ennek is, hogy 5 év után végre megkaptuk a Ladát. És most nem tudom, hogy fogalmazzak, azt mondom, hogy szerencsétlenségemre, mert 10 évesen még egy kicsit irigyebb fiú voltam, mint ma, édesapám barátja pár évvel azután, hogy mi átvettük 1979-ben az 1005-ösünket, megkapta egy zöldszínű 1006-os Ladát. És annyira emlékszem, Pilisen laktunk, és eljött édesapámnak megmutatni, és mi néztük az 1006-os Ladát, hogy úristen, mikbe különbözik, meg különben is 100 köbcentivel nagyobb, és néhány papírban ugyanúgy 75 lóerő volt, de néhány papíron 78 lóerő volt, és az a 3 lóerő, az annyira fájt nekem, hogy a miénk csak 75 lóerős, a Sanyi bácsié meg 78 lóerős, biztos majd, amikor megyünk Hajdúszoboszlóra a strandra, akkor ő gyorsabb lesz, mint mi. Bocsássátok meg, nekem 10 éves voltam, de ezekre gondoltam. De mindegy, az egy zöld Lada volt, ez pedig egy piros. Egyébként ez az autó soha nem látta itt konkrétan mellettem, soha nem látta a Merkur telepet, ugyanis ezt nem fogjátok elhinni, ez Szentpéterváról érkezett ide Magyarországra, és tulajdonképpen egy takarítás után meg is kapta az OT minősítést, mert ez az autó teljesen gyári. A fényezése is gyári, a dísztárcsák is gyáriak, de akkor haladjunk. Az 1006-os Ladáról szeretnék beszélni most nektek. Az 1005-ös az 74 környékén már megjelent, azért környékét mondok, mert néha a szalomba már ott volt, de még nem lehetett kapni, nem lehetett rendelni, aztán így, úgy, amúgy, de mondjuk úgy, hogy a 70-es évek közepe. Az 1006-os ez egy picit később jelent meg, és már észrevehetők rajta azok a trendek, például ez a matt-fekete műanyag lökhárítószél, ami a 70-es évek legvégén, illetőleg a 80-as évek elején elindult Európában. Most ha erre néztek és gondolunk a Fiatra, csak gondoljatok a Fiat 131-esekre, azok is fekete lökhárítósak lettek. Nagyon sok ilyen fekete betét jelent meg az autókon. Ez egy ugyanolyan kortünet, mint a előtte a króm, lett minden fekete, és később pedig a fényezett műanyag. Ez 3 nagyon jól elkülöníthető stílus volt a járműgyártásban. És ugye
Nagyobbak lettek az indexek is az 1006-oson, mint az 1005-ösön. Erre igazán nem találtam hivatalos magyarázatot, de volt, aki azt mondta, hogy azért, mert a szovjet elvtársak már akkor próbáltak kicsit nyugatra kacsingatni, és bizonyos országokban előírás volt, hogy az oldalindexnek nagyobb felületűnek kell lenni, mint az 1005-ös ladán volt. Változtak a szabályok, és szerették volna ezeket a piacokat is megcélozni, a luxus ladával, a nagy ladával, az 1006-ossal, és ezért módosították. Ez az egyik. A másik pedig azt mondták, hogy csak a divat miatt jelent meg hátul is a fényvisszaverő, illetve egy nagyobb index került. Ha visszaemlékeztek, az 1005-ösnek ilyen szépen így körbevette ez a díszléc a sokkal kisebb indexét. Mellesleg az nekem jobban tetszett, de ez is mai szemmel nézve nagyon szép és műves kidolgozás. Aztán szintúgy ez a lámpakeret megjelent a 2103-as 1005-öshöz képest, ami nem volt rajta, és ez Gyelenov Rossi, tehát ez orosz, tehát itt arról van szó, hogy itt még oroszok a cuccok, bár azt hiszem, hogy ez Gyelenov SSSR-nek kéne rajta lenni, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ezek a módosítások voltak, és kukkancsunk be a motortérbe, ami tulajdonképpen nem változott az évtizedek alatt. Ó, ennek orosz illata van, ez annyira jó, ez az új autó illat még benne van. Tudjátok, ami a műbőrök és a műanyagok kipárolgása adja ezt az igazi orosz illatot, ami tök vicces, mert a 254-es repülőgépen pont ez az illat van, mint ezekben az autókban. És ez is aláhúzza két vonallal azt, hogy mennyivel jobb az ilyen autó, ami megőrzött, nem pedig restaurált. Mert a restauráltban már a festékszag, már a nitrohigító, már stb. Benne van, de ebben nem. Ez a gyári illat van benne. Tehát ez a motor, amit álmomban, hogyha felébredek, és valaki nekem azt mondja, hogy motor, akkor én erre gondolok, mert ez volt az első motor, amit édesapám megtanított engem szelephézagot állítani, megtudtam, hogy mit jelent az, hogy vákumos előgyújtásszabályzó, megtudtam, mi az, hogy előgyújtás, alapelőgyújtás, megtudtam, mi az, hogy kéttorkú karburátor regiszter elrendezésben, és alapvetően én ezen itt tanultam meg az egészet még gimnazista koromban. Gimnáziumban ugye nem tanították, de otthon édesapám mással sem, vagy a hobbija volt az autó, ezzel foglalkozott mindig, és mindig elmagyarázta nekem, hogy mi miért van. Úgyhogy aki itt is a Gyelenov SSSR, tehát ez autentikus, ugye a 1005-ösben, 1006-osban jelent meg a motortér megvilágítás, aztán ez a műbőrborítás, steppelt anyag, ez az 1005-ösben is benne volt, itt az 1006-osban is természetesen. Alapvetően az 1005-ös és az 1006-os az sok felszereltségi szintben, ha lehet ilyet mondani, magasabb volt, mint az 1002-es, ugye a 2101-es. Például volt fékrásegítője, és több hangszigetelő anyagot használtak elő a tűzfalnál, illetőleg hát nem gumiszőnyegei voltak ennek a modellnek, hanem szövet szőnyegei. Ugye ez is csillapította a zajt, a dobozhangot, sokkal komfortosabb egy 1005-ös lada, mint egy 1006-os. És már alig várom, hogy menjünk vele, mert el fogom mondani nektek, hogy ezek alapvetően jó autók voltak, és ez egy orosz motor, sosem gyártották Fiatba, mert megváltoztatták az orosz mérnökök, kicsit úgymond adoptálták a piaci helyzethez, hogy jobban bírja, ugyanúgy, ahogy a futóművet is, ugyanúgy, ahogy a hátsó hidat is módosították, és az autó teljes magasságát egy picit felemelték. Ma azt mondanánk, hogy ez egy ilyen Lada Alltrack volt a 124-es Fiathoz képest, vagy a 125-ös Fiathoz képest, és hát ugye adaptálták itt a körülményekhez. A motorról, illetve az egész autó minőségéről csak azt szerettem volna még elmondani, hogy alapvetően, pláne a társaival összehasonlítva itt Magyarországon, ez egy jó minőségű autó volt. Akár mihez hasonlítottuk, jó volt, mert nem forralta a vizet, mert nem kétütemű volt, mert elég nagy utastere volt, és a 70-es évek legvégéig azt lehet mondani, hogy még úgy, ahogy pariba volt Nyugat-Európával is. Az a mi nyomorunk, hogy ezt az autót 2107-es, 2105-ös néven minimális változtatásokat
technikailag, csak ugye kockalámpával, meg ilyesmivel, azt még utána még gyártották 20 évig. És ez az autó abból az időből jött, amikor 4 év alatt igazi technológiai változások következtek be az autóiparban. Csak hogy mást emeljek ki, 1972-ben megjelent az Audi 80-as. Keresztmotor, megferzon felfüggesztés, hátul hosszanti csatolt lengőkarok. Az már egy új volt 72-be. A Lada is új volt 72-be, vagy Zsiguli itt nekünk, a keleti blokkban, de hát azért ez egy hosszmotor volt, merev híddal hátul, nagyon messze volt ahhoz a könnyű építésű 700 kilós, 750 kilós, vagy 780 kilós Audi 80-ashoz. Ráadásul ugye ott nagyobb variáció volt az extrákban, a motorváltozatokban, illetve a motorválasztékban. Itt nem volt nekünk, ugye 1006-os az ez volt, választhattunk, hogy piros legyen, barna belsős, vagy piros belsős, tehát így ilyesmik voltak. Nem volt elektromos ablak, nem volt szervókormány, pláne nem volt klíma. És ezt sokáig nyomatták ugyanígy, gyakorlatilag műszakilag változatlanul. Akkor 4 év alatt nagyon sokat változott az autó. Ma 4 év alatt legfeljebb kívülről változik az autó, meg megjelennek olyan dolgok, hogy tönkreteszik a jó középső konzolt egy jó kis touchpaddal, mint a 8-as Golfban, hogy ne lehessen normálisan használni, hogy megőrüljétek. Azért hullott ki a hajam attól már. Na mindegy, ebben nem is akarok belemenni, mert csak megint ideges leszek tőle. A lényeg az, hogy azért nagyon jó, például itt is megjelent ez a kis műanyag betét, és erről már megismerik az emberek, hogy ez az 1006-os dísztárcsa. Ugyanaz a 13-as kerék, de ez a műanyag betét, ez jelzi, hogy nem az 1005-ösé, tehát a 2103-asé, hanem az 1006-osé a tárcsa. Felhívnám a figyelmet, hogy itt még a gumitömítés benne van. A gyári tömítések itt az illesztéseknél szintúgy benne vannak. Ez egy full gyári autó, szinte új. Ugye fémből levő kilincsek, ezt ugye tudjuk, nem a fémnek látszó, fémmel futtatott műanyag, hanem igazi. És akkor itt egy árulkodó jel, a Zsiguli felirat. Ebből lehet látni, hogy ez belpiacra készült. Ezt még nem a Lada felirattal adták ki annó, hanem ezzel a Zsiguli felirattal. Gyűjtők szeretik egyébként, mert hát az autentikus. Mennyire jól néz már ki, mint ahogy ezek a fém díszlécek. Hát ez egy kor. Esküszöm nektek, a miénk ugyanígy nyikorgott. Ugye a zsanér, illetve van itt egy feszítőrugó, ez szokás itt zsírozgatni, hogy ne nyikorogjon. És ugye az 1005-ösnek, 1006-osnak volt ez a teljesen tokozott csomagtere, és ez az egyetlen egy szépséghibája ennek az autónak, hogy itt az első és egyetlen tulaj alkatrészeket tárolt itt benne, illetve cuccokat, ezért kicsit összekente ezt a műanyag belső részt, de hiánytalanul megvan a szerszámkészlet. Ugye ez is egy olyan szerszámkészlet volt, amiben benne volt pumpa, kulcs, gyertyakulcs, minden, de volt egy ilyen gyors szerszámkészlet is, ami szintén benne van ebben az autóban. A gyertyacseréhez, ilyesmihez egy ilyen gyors készlet. Ugye a műanyag minősége azért az látszik, hogy nem a legprofibb, de mindegy. Még egy érdekességet szeretnék mutatni. Ez most ugyan leesett innen, mert ezzel a nagyon szép ragasztóval ide volt felragasztva, és ez mindegyiknek megvolt. Ez egy, hát az autóváznak a aláírása, hogy milyen kárpittal, mivel szerelték, azt hiszem márka, Svet, ugye ez a fény, gondolom a fényezés akar lenni. Régi orosz tudásommal, Janyegavariu Paruszki, de ez is megvan, és ezek értékes dolgok egy ilyen gyári autónál. Aztán amiben még nagyon különbözött ez a kombinált hátsó lámpatest, itt is megjelent a műanyag, illetve ez a matt fekete rendszámtábla megvilágítás itt a hátsó lámpánál. Ebben különbözött az 1.6-os kívülről az 1.5-ös, ez más alakú volt a lökhárító, és így tovább.
visszaköszönnek a dolgok gyerekkoromból, mennyiszer ültem én itt hátul, mennyiszer csuktuk be ezt az ajtót, fogtuk meg ezt a kilincset, ez a hang, ez örökre, ez a csukás hang, ez örökre bennem van, ez beleíródott a Winchesterbe, és ez mindig ott van, ezt mindig hallani fogom egész életemben, akár történik ilyen, akár nem. De most nézzük meg a belsejét, ott is idézőjelben, óriási változtatások voltak az 1500-öshöz képest. A prémium Ázi Meister Tile lekenőanyagok a legzordabb körülmények között is maximálisan teljesítenek. Ázi Meister Tile lekenőanyagok az Onyx autótól. Természetesen ez a fagolyos üléshúzat nem gyári, de épp a Tánya mondta, aki egyébként a kamera túloldalán van, hogy ez náluk is menő volt Németországban. Úgy látszik, ez akkor nagyon betört ide a piacra, és én azért nem vettem ki ebből, mert tudjuk, hogy nem gyári, mert ez a plüss, klassz, plüssbetétes műbőrülés, ez a gyári, de ez a golyó, ez annyira hozzátartozott körülbelül, mint a váltógomb, amit kicseréltek olyanra, hogy ilyen borostyánban egy ilyen arany régi autó ült benne, és az is valahogy így hozzátartozott ezekhez a ladákhoz. Tehát az 1500-ös és az 1600-os méreteiben tökéletesen ugyanaz volt, hanem az 1600-ost olyan fantasztikus formai és látványelemekkel próbálták feldobni, mint például ez a imitált minta, nem is tudom, biztos valaki tudja, hogy ez nem kalocsai, de valamilyen furcsa minta a kormányon, illetőleg ugyanígy megtalálható az ajtón is egy nagyon hasonló minta, egyébként ugyanaz a műszerfal, mint az 1500-ösön, és ami plusz az, hogy műszerfal fényerő szabályzó volt benne, illetőleg 4 index volt benne, ami az 1500-ösben nem. Az 1500-ösnél ez a szivargyújtó itt középen volt, és itt egy tárolóhely volt, de itt úgy gondolták az elvtársak, hogy ez így jobb, illetve több kezelőszerv kell. Még egy érdekesség, a hamutartó, és kiveszem, de eredeti orosz cigaretta van benne. Eredeti orosz cigaretta van benne. Ezt a tulajdonos így vette, hogy ez benne maradt. Egyébként nem dohányoztak, mert tiszta a hamutartó, de itt tárolták benne a cigarettát, és ő ezt így meg akarta tartani. Egyébként nézzétek meg, hogy ez is lemezből van. Itt a keret is lemezből van, keresztfejes csavarral megcsavarozva. Hát ez a 70-es évek. Ez tagadhatatlanul 70-es évek formája, ugyanúgy, mint ahogy itt látszanak a gyári csavarok szépen, mert ugye akkor még nem voltak ezek a rejtett csavarok, nem csak itt, hanem a 70-es évek elején, közepén még Nyugat-Európában sem rejtett csavarokat használtak, illetve patentokat, hanem csavarozó volt. Ezt én nem gondolom gyárinak, de kommenteljétek, légy szíve, biztos van, aki még jobban ismeri a ladákat, mint én, hogy ez gyári-e ez a tükörtartó, szerintem nem. Egyébként pedig teljesen gyári a cucc, és ahogy ideálltunk a forgatás helyére, most lelövöm a poén gyilkos módon, megtapasztaltam, hogy baromi gyári ez az egész autó, és nagyon nagy a különbség sok esetben a restaurált és a nem restaurált, hanem megőrzött között. Még akkor is, ha nem restaurált, megőrzött autóban van több kilométer, valahogy jobban tudja adni azt a gyári érzést, ami ebben az autóban tényleg benne van. Egyébként ez egy 82-es modell, tehát újabb, mint a édesapám barátjáé volt, mert az azt hiszem 80-as volt, vagy 81-es, de talán 80-as, úgyhogy ez. Hát, mit is mondhatnék? Nekem ez a műszerfal, ez nagyon-nagyon adja. Ez gyakorlatilag stílusában megegyezik a Fiatéval, meg ez az akkori műszerek. Ha megnézzük a tipográfiáját, és összehasonlítjuk, némely Ferrari-ba volt ilyen tipográfia, ugye az is az olasz Fiat csoporthoz tartozik, de nekem nagyon adja. Az egy másik dolog, hogy a Fiat fordulatszámmérőinek az órája, mutatója csillapított, ez meg így verődik, ha kicsit durvábban vált az ember, de hát nem ezért szerettük az autót, mert annyira szuper volt a műszerezettsége. Tánya felhívta a figyelmemet, hogy
az időmérő óra egy picit ferdén áll. Hát ez teljesen normális. Ahogy Szer Józsa berakta, ő nem nagyon foglalkozott vele, hogy ott ez függőleges legyen. Tehát ezekre a dolgokra nem kell figyelni, mint ahogy, ha megnézzük, itt a vonalak se annyira futnak az óriási méretű kesztyűtartónál, mert ez simán túlcsukódik, ennek csak idáig kéne, hogy csukódjon. Akkor itt passzolna, de itt nem, itt most így passzol, itt így. Ez ilyen volt a Lada. Nem ezért szerettük. Pohártartó, meg ilyesmi, nem. Sehol. Se ajtózseb nincs, sehova nem tudott tenni. Ezért aztán ráállt a kisipar erre a kardánbox gyártásra, ahol itt voltak ilyen helyek, ahova be lehetett volna tenni a Speedzone kulacsot, de ez így gyári. Akkor még nem foglalkoztak annyira az ergonómiával. Viszont van hátsó öv, az különlegesség, és ugyanaz a barna, mint elől, tehát ez valószínűleg gyári. De ezek az övek nem automata övek, tehát ez nincs alul cséve, ez egyszerűen csak be kell tenni, és automata öv később jelent meg, illetőleg hát lehetett utólag is beletenni, de ez így ezzel jött. Gyönyörű barna, mint az ülések. Hát az ülés pozíció olyan, amilyen, mélyen besüljedek itt az ülésbe, van is fejtér, de elég kicsi a lábtér, így ahogy magamnak be van állítva az ülés. És alapvetően nézzétek meg, hogyha majd láttok egy Ladát így az úton közlekedni, és összehasonlítjátok akár egy Peugeot 306-ossal, vagy bármivel a 90-es évekből, jóval nagyobbak azok az autók. Tehát ez az autó ezzel a 5 méter alatti hosszával, a 1320 mm-es szélessége, ez egy nagyon kicsi autó. Mai szempontból ez nagyon kicsi. Itt láthatjuk ezt a nagyon szép plüss ülést műbőrrel, és a barna kárpitot, a kárpit szőnyeget, ami csak az 1005-ösben, 1006-osban volt benne. Most viszont haladjunk, indítsuk el a motort. Helyzet az, hogy tökre visszajönnek az érzések így ezzel a Lada vezetéssel kapcsolatban, hogy azért a évjáratban a bogárhátú nincs messze a Ladától, hiába ez az autó 82-es, de hát arra tekintsünk úgy, mint 60-as évek vége, illetve 70-es évek eleje, és nagyon sok dologban azonos, például a nem automata biztonsági öv, de hogy most a Lada specifikus dolgokat mondjak, nagyon-nagyon ritkán vezet az ember ennyire jó Ladát, mint ez. Ugyanis ez gyári, ez nem felújított, ennek nem lógnak a keresztlengőkarok, majdnem ötödiket kapcsoltam, de az nincs, nem lógnak a keresztlengőkarok, hátul rendesen meg van vezetve a merev híd, nem sétál az úton, nagyon jó az egyenes futása, és alapvetően csendes az autó. Tehát ezzel lehet menni 110-zel úgy, hogy nem ordít a motor, nyilván most nem megyünk itt ezen a másodrendű úton, de rendes olajnyomás van, nem zörög a vezérműlánc, 38.800 km-nél miért is zörögne, és ez az autó ilyen volt újkorában. Tehát hogyha ezt ugye Szentpéterváron, de ha ezt átvettem volna a csepeli petróleum kikötőbe, a régi nagy Merkur terepen, vagy valahol az autókereskedés a Merkurtól valahol, az ilyen lett volna. Nem lett volna ennél, se jobb, se rosszabb. A felújított az már zűrös. Ugye az alkatrész ellátás az nem a legjobb ezekhez a Ladákhoz már, bizonyos dolgokat nem lehet kapni, és harcolnak az emberek az eredeti alkatrészért. De az eredeti alkatrész is hiába orosz, már nem olyan minőségű. Pontosan úgy romlik az alkatrészek minősége, ahogy romlott az autó minősége is az évek folyamán. Egyesek arra vezetik ezt vissza, hogy a gyártógépek romlottak, vagy a munka minősége, ugye a szocializmusban még jobban figyeltek az emberek, később már nem annyira. Én azt gondolom, minden igaz egy kicsit, nem lehet rámutatni egy olyan problémára, ami tényleg okozta azt, hogy rosszabb lett a minősége a Ladáknak.
Az ergonómiája az olyan olasz autós, majompóznak hívják ezt, ahogy az ember ül ezzel a furcsán álló kormánnyal, a furcsán lévő pedálokkal, de ez pont ilyen volt a 127-es Fiatban, pont ilyen volt a 124-esben és a 125-ösben is. Ötödik fokozat az még mindig nincs. De azért kapcsolnám az ötödiket, mert az 1.6-os motor egész nyomatékos, ráadásul ez a karburátor ugye nagyon jó be van állítva, nem torpan, gyári állapotú, nagyon jó. És ebben az esetben nem is zavaró annyira ez a hosszú pálcára elhelyezett, felülről levezetett pedál, gázpedál, mert nagyon puha a rövid bovden és a rudazat is, nagyon jól működik, nem hajlik a pedál. Összességében ezt az autót egész jó vezetni. Egyébként pedig ezt a karburátort legszívesebben kilopnám belőle, mert ez annyira jó, sehol semmi torpanás nincs benne, olyan gyakorlatilag, mintha egy befecskendezős autót vezetnénk 30 évvel későbbről, nagyon jó. És az egész autó nagyon jó, akár a féket nézzük, akár a váltót. Ugye a Ladáknak azért így is úgy is nagyon jó váltójuk volt. Ugye itt nincs rudazat, bovden, semmi, ez egy hossz motor, itt van a váltó belemegy egyből, a váltó rudazat egyből belemegy, és tényleg ez adja. Ez a műszerek, meg a szerelmeim. Tehát az, hogy voda, nem, nincs kiírva, piktogram most már, de régen ki volt, meg olajnyomásmérő is van, hát látszik, hogy ők gondoltak rá, ők szerették, hogy ez jól működjön. Elmosolyodtam magam a lengedező fordulatszámmérőn is, mert ez a vadi új autónál is ugyanilyen lengedezős volt, ugyanígy, mint ahogy ennél. Hát, most én magam se tudom eldönteni, hogy ezt azért szeretem, mert a gyerekkoromat idézi, vagy pedig egyszerűen azért, mert ez az autó él, létezik, és együtt él velünk, pont úgy, nem annyira hibátlan, mint ahogy mi sem vagyunk azok. Ez az ember így megbocsátja ezeket a dolgokat, de ez az autó egyébként Szentpétervárról lábon jött haza. Én ezt abszolút el tudom képzelni, hogy ez akár napi használatra is tökéletes lenne, mert hát miért ne? Pöcre indul, melegen és nem gázosodott el a karbi, nem torpan, jól megy, nem fullad le, gyönyörű alapjárata van, nagyon jó. Én imádom, nekem nagyon tetszik. És hát figyeljetek, tudom, hogy vannak, akik mindig szarozzák a Ladákat, hogy így meg úgy. Most ezek lehet, hogy csak azért, mert mások szeretik, vannak ilyen emberek, de el kell fogadni, hogy ez egy kor jellemzője itt Magyarországon, ez egy korszak jellegzetes autója. Én azt mondom, nagyon jó. Én hobbi autónak is egy ilyen 2106-ost hibátlan, a luxus Lada, ugye? Ezt el tudnám fogadni magamnak is. Beszéltem az alkatrész ellátásról, ez egy érdekes kérdés a Lada esetében, mert az Unix is forgalmaz alkatrészeket, de különböző forrásból szerzik be. Általában megy a küzdés azért, hogy eredeti orosz alkatrészeket használjanak a Lada rajongók. Mindegy, most nézzük meg, hogy Unix mit ajánl nekünk a 2106-oshoz. Tehát kiválasztjuk a Ladát, évjárat, illetőleg még előbb kiválasztjuk a típust, 2106-os, és rögtön kérdezi, hogy lépcsős hátú, természetesen az. Rögtön érdekes dologba ütközünk, hogy azt mondja, hogy Lada 1200-1600, ezt felhúzom, mert itt száguldoznak mellettünk, tehát összefoglalja a Lada modelleket 1200-tól 1600-ig, nem véletlenül, azért, amint mondtam is, hogy kevés dolog változott a szerkezetileg az autókban. Nézzük féket, azt mondom, hogy féktárcsa, és igen, AZMT féktárcsa is van, 14600 ér, Ferodo is, Brembo is van hozzá, TRV, ATE 23000 forint, ez elsők, hátul fékdob, ugye dobfékes, azt is nézzük meg, AZMT fékdob 22000, Samco 52000, TRV 55000, hát mondjuk nem olcsó a fékdob hozzá, de van, és akkor még a fékalkatrészektől menjünk a futóműig, mondjuk lengéscsillapító, első lengéscsillapító, AZMT 15000, Unix 13000, az hátsó, Kajaba első 39000,
Van. Sok van. Egész meglepődtem rajta. Tehát azért lehet alkatrészt kapni, nyilván a baj az az indexbúrával van, meg ezekkel az egyedi dolgokkal, nem ezekkel a kopórészekkel, de hogyha valaki üzemben akarja tartani, ezek a kopórészek fontosabbak, jobb, ha nem megyünk neki semminek, akkor nem törik össze. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. Tányácskó a kamera mögül búcsúzik, én innen. Vegyetek ti is ilyen kulacsot, mi is nagyon szeretjük, nem? Mindkettőnknek van állandóan húcolászuk. Tök jó, nagyon jó tartja a hideget, mert dupla falu. Nagyon, kvázi termokulacs. Itt meg hánykolódik a ladába össze-vissza, mert sehova nem lehet tenni, de hát ez már a mi bajunk. Iratkozzatok fel a csatornánkra, ott vagyunk a TikTokon és Facebookon, sőt a speedzone.hu oldalon is, ahol kérdezfeleleket gyakorta szoktam én is válaszolni, meg a többiek is. Búcsúzunk tőletek. Még egy kicsit autózunk ezzel a ladával, és szívom be ezt az illatot, amit sajnos nem tudunk nektek megmutatni, de ez az igazi, klassz ladaszag. Imádom. Sziasztok!